Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, nos gyerekek, a következő témát tekintve, hogy férfi vagyok, meg lehet, hogy egyes nézőim, főleg, hogyha vannak köztük nők, lányok, kicsit egyoldalulak fogják értékelni, viszont, hát, hogyha van női nézőm, akkor kérlek szépen nyugodtan fejtsd ki a véleményedet. Viszont, hát természetesen beszélni kell róla, hiszen hírértékű botrány fejlődött. Na most, hogyha nem élsz egy szikla alatt, akkor tud, mostanra tudod már, hogy uh, megcsinálják a Mass Effect trilógiának a remasterjét. Fingom sincs, miért van rá szükség, hogy megcsinálják a Mass Effectnek a remastered változatát, de annyi biztos, hogy a Mass Effect trilógia egy fantasztikusan vagy szattul állatjáték lett. Uh, mind a hármat uh, végig nyomtam, hát várjál, mind az első két részt háromszor, bocsánat, az első két részt kétszer nyomtam ki, az utolsó részt háromszor nyomtam ki. Uh, annyira tetszett nekem ez a játék témára, történetre, ahogy össze volt rakva. Nagyon-nagyon, nagyon-nagyon korrekt volt a karakterek, felépítések. Rég-rég nem látott a piac egy olyan játékot, mint a Mass Effect. A BioWare egyik csúcs uh, minőségű játéka, aztán persze meg, megcsinálták a Mass Effect Andromédát, és mindannyian tudjuk, hogy az hogy sikerült, bár őszintelyek történetre az sem lett rossz, hogyha nem előzte volna meg a Mass Effect trilógia. Mert a történet a Mass Effect trilógia tükrében már az andromédeje nem lett annyira jó. Na, de nem húzzam tovább a témát, miből lett mégiscsak csak botrány ebből, az egészből, hogy a Mass Effect-nek jön a, felújított változata, a remastered -je. Hát az, hogy Miranda, Miranda, aki nem ismeri Mirandát, ugye vár, hát kivágják a seggét a jelenetekbe, hogy ilyen nyersen fogalmazzak. Igen, ott, ahol a, tudjátok, a kamera úgy közelít, hogy az Miranda fenekétől fölfelé, és a többi lát, mutatva azt, hogy mennyire tökéletes teste van ennek a nőszemének, amit megalkottak egy virtuális valóságban, ki fogják szedni, és új kameraszögekbe fogják tenni ezeket a, ezeket a jeleneteket, szóval kevesebbet fogunk kapni Miranda seggéből, az a lényeg. És ebből kitört a botrány a gémerek részéről, és természetesen a média részéről. Nem tudom, hogy a magyar sajtó erre hogy reagált, de a nyugati sajtó, a média, ugye, az úgy reagált, hogy igen, igen, végre, hogy nem szexualizálunk senkit a játékokban, és nem arról kéne szóljon a játék, hogy uh, szexualizálunk uh, karaktereket. Erről szólt a média. A gémerek azért voltak mérgesek, mert hogy kivágják ezeket a jeleneteket. Egy, az eredeti koncepcióból. Semmilyen mértékben sem voltak mérgesek a gémerek arra, hogy ez játék lenne, ugyebár, hogy, a, a, hogy éppen nem látjuk, mi látjuk, vagy látjuk Miranda segít a kamerában. Tehát az nem játék semmi játék nincs, hanem inkább a gémerek azt vettem hogy arra voltak mérgesek, hogy a, az EA BioWare kombója már megint engedett ugye a Social Justice Warrior kultúrának, és megváltoztatja az eredeti játékok. Tehát félreállnak az útból, és beletömnek egy csomó pénzt mindamba, hogy az eredeti kamera megjelenítéseket egy másik szögből kelljen felvenni. Wow. Wow és éjjel megint győzött a Social Justice warrior valami olyasmi felett, aminek semmi köze nem kellene legyen a játékhoz. És ezért is van itt a íme a kérdés, hogy kell-e szexualitás a játékokban, szükség van-e szexualitás a játékokban, és egyáltalán miért van szexualitás a játékokba. Mert hogy lassan arra szintre jutunk, hogy pálcika embereket kell nézzünk a, 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 képernyőnkön, mert hogy ha egy fél centivel nagyobb mellett kell rajzolni egy női karakternek, vagy jobban dudorodik a férfinak a farok részénél a, a dudor, akkor az már szexualitás, és uh, ennek nincs, ennek nem szabadna megengedni. Szóval, mint hogyha visszamennénk egy ilyen prűd világba, ahol az ember nehogy már véletlenül is szépnek értékeljen egy női vagy egy férfi testet. Na ezért mondtam, hogy lehet, hogy a női nézőim némileg elfogultak lesznek ezzel a videóval kapcsolatban, pedig igyekszem objektívan hozzáállni a dolgokhoz. Na most, hogyha nagyon Köt kötözködni akarnék. Ha nagyon kötözködni akarnék Mass Effect-tel és Mirandával és Miranda seggével, akkor azt mondhatnám, hogy a Mirandának a története a Mass Effect-ben az az, röviden szólva, hogy ő tökéletes génekből lett összerakva. Tehát mindenkinek a legtökéletesebb részéből összerakott klón féleség, mondhatné tehát szebb, okosabb, jobb mindenben, mint egy átlag ember. Szóval, hogy is mondjam adott a magyarázat, hogy Miranda miért néz ki úgy, ahogy kinéz. És ö, az sem egészen tiszta, hogy ezért miért kell lefejezni a játékkészítőket, hogy ők ki akarták ezt fejezni valamilyen szinten, hogy Miranda az, aki a Mass Effect sorozatban szóval. <laughs> ja. Ho, nagyon kötözködni akarnék, bár persze ezt a híres leves gamer újságírók a híres leves nyugati médiánál lesz nem veszik figyelembe. A legtöbbjük soha a életben nem játszott a Mass Effect-tel. Na, eh, hogy ki vagyok -e ezzel akadva, igazából igazából annyira nem. Ami ki vagyok akadva, az az, hogy beadták a derekukat, hogy megmódosítsák ezeket a jeleneteket. Eh, ugyebár, hogy másik szögből lehessen látni, Mirandát, és nem abból a szögből, ami az eredeti, és ez az, hogy beadták a derekukat ennek az elnyomásnak, ami alapvetően egy hülyeség. És szememre hányhatjátok nyugodtan, mikor arra, arról, a, arról a témáról készítettem videót, hogy, hogy helye van -e a politikának a játékokban, és ott azt írtam, hogy nem. És szememre hányhatjátok most, hogy helye van -e a szexualitásnak a játékokban, és azt mondanám, hogy nem, de azt mondom, hogy igen. És hogy igen, miért igen? Mert... Valamilyen szinten a szexualitás az embereknél ez egy ösztön. Hát annyira ősi ösztön, hogy ősi idők óta csináljuk, és fajfenntartáshoz van köze vágyat, érzünk. Szexualitással kifejezünk ö, dolgokat, és alapvetően magától jön egy embernek az, hogy a művészetébe beletegye. A szexualitást, a politikáról ugyanakkor tudatosan dönthetünk, hogy belevisszük-e vagy sem uh, egy videóba. Szóval, hogy helye van egy szexualitásnak a játékokba, nincs a kifejezett szexualitásnak. Hogyha Mirandát akarom látni, hogy kefél, akkor felmegyek a Pornhubra, és beírom, hogy Mass Effect Miranda, mm. és akkor már is találok 50 ezer videót. Tehát az fajta szexualitásnak nincs helye a játékban, de az enyhe erotikának az automatikusan bele fog kerülni a művészel, mint ahogy ezt több száz éven keresztül csinálták a művészek hogyha a Mass Effect-nek például a hangsúlya azon lett volna, hogy, hogy Miranda-nak milyen jó segge van, és erre több szinten adott volna a játék jelzést és kifejezést, és uh, a Miranda körül szólt volna, uh, szóltak volna egyes fejezetek, például a Mass Effect, ugye a Mass 2-ben, a Miranda körül uh, a, a Miranda körüli küldetések arra szóltak volna, hogy ő magának nagyobb melleket akar, vagy nagyobb segget, akkor megértem, hogy mindenki fel lenne háborodva azon, hogy szexualizáltak egy karaktert, mert hogy semmi köze nincs a grandiózusban az egész történethez, mivel hogy az egész történet az uh, arról szól, hogy jönnek a ríperek, az ledarálnak mindenki, és nekünk meg kell menteni a galaxis. De hogyha a fókusz erről elterele, elterülődött volna arra, hogy Miranda, és nekünk Miranda kell, és Miranda segge és melle, akkor természetesen én is kiborultam volna, hogy milyen fasz köze van Mirandának, uh, és a seggének ahhoz, hogy, hogy miről szól a Mass Effect. De a játék nem arról szól, nem Mirandáról szól, hanem arról szól, hogy mentsek meg a galaxist. Így aztán az a némi fókusz fokú erotika, amit Miranda hozott a játékba, és nem mellesleg az összes többi karakter, az a névi fokú erotika, amit bevezettek a, a játékba, az mindenkinek a, a, a sajátossága. Tehát Liara és Miranda például a játékba, és Jack a, ugye teljesen másképp viselkednek, sajátos stílust és személyiséget és erotikát hoznak a játékba, hogyha már nagyon élesíteni akarom, része a megírt személyiségüknek. Ennek ellenére a Mass andromeda Andromédában a karakterek személyiségének semmiük nem volt. Tehát semmiféle tükröződésük nem volt, amitől megjegyezhetőek lettek volna. De Mirondát, Liarát és Jacket azt egy életre megjegyezték, azt hiszem. És nem azért, ahogyan kinéztek, hanem azért, amilyen karakterleírást kaptak. Mirondát természetesen megjegyeztük a szépsége miatt is, Liarát is megjegyeztük a szépsége miatt is, de a karakterük része volt de nem róluk szólt a játék. És ezért az erotika, ha tetszik, hanem könyvektől, képregényeken keresztül, játékokon át, festményeken keresztül, évezredek, évszázadok óta ott van az emberiséggel együtt, és elkerülhetetlen. Erre megalakulnak az ilyen Social Justice Warrior csoportok, akik azt hangsúlyozzák, és próbálják elterelni a valódi lényegről a figyelmét, hogy miért szexualizáljuk a nőket. Nem szexualizáljuk a nőket, de része a része a karakterüknek. Ugye most ott van az új Resident Evil játék, ahol benne van a három méteres néni, vágjátok, akinek aztán van mindenből. <laughs> van mindenből. Na most, és, és ez a legjobb, arra, azon is ki van borulva a média, természetesen, hogy ő, izé, miért kellett ilyenre megrajzolni, mert hogy ö, megint csak szexualizáltuk a nőket. Hát egy három méteres nőnek jó nagy melle van, jó nagy fenek, és jól néz ki, nem mellesleg, mert vámpér is. Ugye, hát mit tudunk a vámpírokról? kurva szépek! Na, és természetesen ez a nő, ha megnézzük az új Resident Evil játéknak a meg megvan benne egy egy nőieség, egy dámaiasság, hogyha így tetszik, hát egy dáma, egy díva, és azzal járó uh, testbeszéd, hogy így mondja, ami nem kevés szexualitást tud tükrözni, uh, hogy úgy ér, De aki olyan és úgy viselkedik, abban benne van ez a karakter. Jegy egy karakter stílus, és ez a karakter is így van megírva, és megint csak ki van borulva a fél játékvilág, hogy ezen a gamer fehér férfiak, azok uh, ja, csak szexualitás látnak ebben a játékban. Uh, what? Egy szó, mint száz. Emberek vagyunk, az ösztönünk része a szex, a foly a szépség, a gyönyör, és ennek megalkotása ennek észrevétele és kihangsúlyozása, és ez mindig ösztönösen benne lesz a művészeti alkotásainkban, ha akarjuk, ha nem. Ha ezt elkerülni akarjuk tudatosan, akkor alaktalan, semmit mondó, jellemtelen karaktereket fogunk létrehozni a művészeti alkotásainkban. Pikazzónak volt egy ilyen korszaka, ugyebár <gysz> gyorsan kihalt. A lényeg az, hogy nem nyomhatjuk el azt, ami bennünk van, akár milyen csoport, akármit hangoztat, az emberekben ez mindig benne lesz, és kifejezésre fog kerülni. Az, hogy társadalmi szinten ez mennyire lesz majd elítélendő, mert hallgatunk a radikális csoportokra, az majd későbbiekben elválik. De úgy gondolom, hogy az emberiségnek nem kéne visszafejlődnie szexualitás kérdésében, hiszen mit tanítunk a gyerekeinknek a szexről? Semmit. Mit tanítottak nekünk a szexről? Semmit. Úton útféle jöttünk rá már annak, akinek nem tanítottak. úton útféle, aki, aki volt olyan szerencsés, hogy a szülei megválaszolták a legintimebb kérdéseket is, annak tök jó, akinek nem volt, aki, aki, nem volt olyan szerencsés, hogy megválaszolták a szülei a legintimebb kérdéseket, akkor az ki fogja deríteni valahonnan. Na most inkább derítse ki a Mass Effect-ből és Miranda szögletéből e, e, alakjából arról, hogy neki mi tetszik, és hogy vonzónak találja esetleg az, mint hogy felmenjen a Pornhub-ra, és ne adj Isten mit találja. Szóval az, hogy egy enyhe fokú erotika benne van a művészeti alkotásainkba, az úgy rendben van. Ha pedig durva fokú erotikára vágysz, akkor megtalálod azt is. De egy enyhe fokú erotika az segíthet akár eligazodni is, vagy vágyat felébreszteni, vagy egyáltalán tudni, hogy mit szeretnél. És ez nem feltétlenül bűn. Ha gyerekekre kerül a sor, mert mi felnőttek természetesen meg tudjuk találni azt, amit öm, szeretnénk ebben az egészben. És szerintem ezzel sincs semmi baj. Öm, de ja, hogyha tudatosan döntenénk úgy, hogy kizárnánk az erotikát a játékokból, azzal együtt kizárnánk karakter jellemeket is, öm, amit amitől, ami jóvá tehet egy történetet. És hát ja, ennyi. Nagyon köszönöm a figyelmet. Nem tudom, ti mit gondoltuk erről a témáról? Én úgy gondolom, hogyha ha ez így folytatódik, hogy a nyugati média egyre nagyobb hanggal befolyásolja azt, hogy, hogy, hogy erotikának, szexualitásnak nincs helye a játékokban, akkor el fogunk veszíteni valamit a játékokból, és ez pedig a jó történet, a karakterjellem, minden, ami hozzájár. Tehát, hogyha a Mortal Kombat sorozatra visszagondolunk, és, és megnézzük azokat a, a női alakot, illetve ruházatot, amit adtak a nőkre. Az erőszak és a szex megint csak két alap, ilyen emberi ösztönnek mondhatnánk, ugyebár, és, és, és ezért volt jó és különleges a Mortal Kombat, ettől indult jobban virágzásnak, mondhatni így, a szex és az erőszak, ugyebár és mostanra a Mortal Kombatot teljesen felöltöztették a nőket, persze kivéve Liu ő mindig, még mindig félmeztelen. Tehát a lényeg az, hogy felépítették a karaktereket, felöltöztetik őket, és a Mortal Kombat már csak egy átlagos bunyózós játék lett, és a legnagyobb eladási pontja az az X-Ray. Ugye, hogy ú, semmi olyat nem tud már a Mortal Kombat 11, azon kívül, hogy szebb grafika, de ugyanazokat anno, a, a, ugyanazok az, az a, a animációk, ugyanazok a trükkök, majdnem ugyanazok a kombók, csak egy átlagos bunyozós játék lett. Besüljett a többi közé, hogy így mondjam. Ezt fogjuk elveszíteni, és a Mortal Kombat erre egy nagyon jó példa. Nem azt mondom, hogy egy rossz játék, de rengeteget vesztett a karakterek, rengeteget vesztettek a jellemükből. Kitana rengeteget vesztett a jelleméből attól, hogy már hogy, hogy felöltöztették, és már nem mondhatni úgy, hogy erotikus ruhákban van, emiatt Milén vesztett a, a, a karakteréből, mert hogy már nincs értelme annyira versenyezni kitanával, mert nem csak abban versenyeztek, hogy, hogy Kaokánnak ki a kedvence, hanem abban is versenyeztek ki a legszebb, és a megszállott volt azzal, hogy ő szebb akar lenni, mint mint Kitana. Szóval ért, értitek már, hogy hol hal el sokszor, sokszor hol halnak el dolgok, és természetesen sajnálatos módon nőkön kell lecsapódjon. Ez, ez, ez az egész, tehát, hogy, hogy a női nem lesz ennek az áldozata. Mert arról senki nem beszél, amikor egy férfi félmeztelen, vagy, vagy amikor egy férfinak tutorodik valami egy játékban, az nem számít. Az tök normális, ugye bár, mert hogy, mert hogy állítólag egy férfi világban élünk, de akkor mi, férfiak, ne panaszkodjunk ezen, ugye bár, hogyha, ahogy a férfiakat úgy ábrázolják, hogy ábrázolják. Én örülök, hogy még mindig félmeztelen lókáunk, mert, mert hozzájárul a karakteré, karakteréhez, örül hogy újra meg egy férfit, hogy ultraizmos, és a többi. Ja, annak ellenére, hogy én itt dagadok a, 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 a székbe, és nézem azokat a nagyon jó kigyúrt férfiakat, mint például, mit tudom én mondom, a Black Desert online ban a férfi karakterek. De nem szólok, hogy túlszexualizálják a férfiakat. Senkit nem érdekel, engem spec nem érdekel és ja, inkább nézem azt a jóképű férfi karaktert, vagy csinos női karaktert, mint hogy magamat nézem a tükörbe, szóval értitek. De ennyi, ennyi, most már tényleg nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet következő videóig. Sziasztok!